kedves ismerősömmel beszélgetek, aki elmeséli nekünk a Korfun töltött nyaralását. Milyennek találod Korfu szigetét? Gyakorlatilag a többi görög szigethez viszonyítva teljesen zöld. Tehát nem egy kopár szigettel találkozunk szemben, hanem egy gyönyörű szép kis paradicsomnak nevezhető szigettel, ahol a növényzet nagyon dús, ennek következtében kellemes a levegő, és a tengerpartját pedig, ha megnézzük, akkor nagyon változatos. Tehát ebből a szempontból, ha valaki tengerpartot akar látni, akkor akár innen Debrecenből vagy Budapestről is lehet utazni Korfu szigetére, ahol a tengernek a csodálatos látványa minden szempontból elénk tárul, tehát úgy, mint kavicsos, homokos és sziklás part is látható. A homokos part, ez Mauritica környékén hosszan végighúzódik, itt alkalmas a hely fürdőzésre, vízisportokra, és általában a fiatalok látogatják, mivel számos szórakozóhely is van a környéken. Igen? Hol láttál sziklások környéket? Paleokrasztica, de hát ugye se tudom, hogy kell kimondani. Lényeg az, hogy van, hogy így, Paleokrasztica környékén. Ott szép, hatalmas, nagy sziklás tengerparttal találkozunk. Gyönyörű, szép, kristálytiszta a víz, nagyon szép átlátszó. Kis hely van, ami fürdőzésre alkalmas, inkább itt a látvány az, ami nagyon szép. Persze, hogyha valaki fürödni akar, akkor van rá lehetőség. Vízibiciklivel, vagy ilyen kis csónakokkal be lehet utazni a környéken lévő ilyen sziklás részeket, ahol különböző ilyen kis barlangocskák is vannak a szikláknak a belsejébe, ahol be lehet menni, és csodálatos látvány tárul elénk ott is. Tehát akkor ez. Kavicsos rész esetleg, ahol láttál, hát említetted, hogy van ilyen. Igen, tehát ilyen kavicsos, homokos rész az a Szidari környéke. Ott nagyon különleges sziklákkal találkozunk szembe, amit a nyilvánvalóan a víz mosott ki olyan különleges formájúra. Ide mindenképpen érdemes ellátogatni. Itt a víz már inkább ilyen homokos, kavicsos, itt már nem olyan szép tiszta, nem olyan szép kék, hiszen felkeveri a homokot a hullámzás. Viszont itt pedig a gyönyörű sziklák látványa az, ami ide vonzza a kirándulókat, illetve a nagyon hosszú part, ahol fürdésre alkalmas az egész környék. Korfun a lakosság nagy része oliva fák gondozásával foglalkozik. Rengeteg az oliva ültetvény, rengeteg a olívaolaj, ennek következtében ugye ezt állítják elő, és nagyon dicsérik az olívaolajnak a jótékony hatásait. És olaj folyik még a csapból is. Nagyon ez jellemző Görögországra. Tehát itt rengeteg olaj van, és nem gépolaj, nem, tehát olívaolaj van. Olívaolaj, nem gépolaj, igen. És az oliva fát szent fának tekintik, és nem szabad leszedni egyetlen egy szárát sem, mert nagyon nagy tiszteletben tartják a oliva fát. Tényleg, erről nem hallottam. Tehát, hogy nem szabad az oliva fákhoz hozzányúlni, mert a görögök nagyon nagy tiszteletbe tartják az olivát. Szórakozási lehetőségek, diszkók, bárok, éttermek, tavernák, stb. Hát fiataloknak mindenképpen a Mauritica és környéke, ahol számtalan szórakozóhely van, diszkók, különböző bulizóhelyek, tehát a fiataloknak mindenképpen oda célszerű menni. Aki pihenni szeretne, csendes, nyugodt környezetbe vágyik, az pedig Paleokrasztica környékére javaslom, hogy utazzon, mert ott csend, nyugalom van. Ott már vízisportokat sem űznek, míg Mauritica környékén számtalan vízisportolási lehetőség van. Szidari az szintén ilyen, szerintem ott is van elég sok ilyen szórakozás lehetőség, de meg biztos, tehát az csak átutazóban volt. De a hegyekre föl lehet menni. Nagyon sok a kismotor, a kismotoros közlekedést előnyben részesítik, mivel nagyon sok kis szűk utca van, ezért a kismotorokkal való közlekedés roppant előnyös. Nagyon jó ára lehet bérelni
aki teheti, az ezzel járja be a szigetet. Természetesen, hogyha a családban kisgyerek is van, vagy többen vannak, akkor autóbérlési lehetőségek sorozata áll rendelkezésre, és azzal nagyon könnyedén be lehet utazni az egész szigetet, mivel az egész sziget nem nagy. Milyen fakultatív programokon vettél részt? Volt egy városnézés, amikor van egy sziszi kastély, ami mindenképpen célszerű meglátogatni, mert gyönyörű szép a környezete, szép fák, növényekkel veszik körbe. Gyönyörű szobrok vannak, amelyek szépen meg vannak munkálva. Akkor még van egy hely, ahol tehát a környéken egy ilyen Kumkuát nevezetű... Még egyszer? A Kumkuát, így mondják valahogy, de majd utána kell nézni a neten. Tehát, vagy csak így van leírva, már nem tudom. De igen, csak így mondják. Semmi gond. A lényeg az, hogy ilyen kis mini narancsféle termés van nekik, vagy termesztenek. Gyakorlatilag olyasmi méretű, mint egy csipkebogyó, talán ott egy picit nagyobb, és olyan színű, mint a narancs. Ezeket termesztik, leszedik őket, és ebből számtalan különlegességet készítenek. Nagyon finom lekvár készül belőle. Érdemes mindenképpen megkóstolni, mert nagyon finom, különleges ízű, és készítenek belőle még likört is, ami szintén nagyon finom. Van ott a Korfu szigetén egy valami kis gyár, vagy nem tudom, minek lehet azt nevezni, ahol feldolgozzák ezt a gyümölcsöt, és ott a kirándulás folyamán a helyszínen van lehetőség ennek a vásárlására, és mindenképpen javaslom, hogy vegyenek belőle, mert nagyon finom. Nagyon sok narancsfa van, amiket ugye célszerű nem leszedni, mert boltba is meg lehet őket kapni, tehát mindenképpen célszerű megtisztelni a ottani lakosságot, termelőket azzal, hogy nem szedjük le a narancsot.